Tisztelt államtitkár úr, vezérigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves fiatalok! A mai napon egy nagyon kellemes kötelességünknek kell eleget tennünk, és teszünk is eleget azzal, hogy az erdélyi futópálya második stációját átadhatjuk a sportolni vágyóknak, felavathatjuk. Tisztelt jelenlévők! A karcagiak nyilvánvalóan tudják, hogy én civilben testnevelő vagyok, így minden olyan létesítmény, ami a mozgással, a sportban, sporttal kapcsolatos, az különösen szívügyem. Innen is köszöntöm a jelenlévő testnevelő kollégákat. Zárójában hagy jegyezzem meg, hogy nekik iszonyatosan fontos szerepük van abban, hogy azok a fiatalok, akik a kezük alatt dolgoznak, megszeressék a mozgást, használják például ezt a létesítményt is majd a jövőben. Ezzel biztosítva azt a fejlődési folyamatot, ami az egészséges életmódhoz nagyon-nagyon fontos. Az előttem szólók már igen sok információt elmondtak. Én néhány személyes élményemet hagyosszam meg önökkel. Már az első erdei futópálya, tornapálya átadásakor érezni lehetett, hogy óriási az igény a város lakói, sportolni vágyói részéről, és érezhetően évről évre egyre többen vették igénybe azt a létesítményt. Ki sétált rajta, ki kocogott rajta, ki gyorsan futott, esetleg edzett, mindenki saját szája ízének megfelelően. Egyre több embert lehetett ezen a pályán látni, lassan az volt az érzése mindenkinek, hogy ki is nőttük. Többször kellett megújítani, ami nagyon sokat segített, ezzel együtt is el kellett gondolkoznunk azon, hogy kellene egy újabb pálya, szakasz, hiszen a változatosság az mindenképpen fontos, még csábítóbb, még csalogatóbb. Egyrészt, másrészt, hál' Istennek olyan teljesítmények kezdtek kialakulni, hogy az a pálya szakasz már rövidnek is bizonyult. Így aztán a közös gondolkodásnak az eredményeképpen az lett a döntés, hogy kellene kialakítani egy második szakaszt is. Természetesen az erdő területnek a fekvése, a növényzetnek a növekedése is nagyban befolyásolta azt, hogy melyik részt válassza ki a szakértő gárda. Szerencsére ez megtörtént. Így elkészült a második szakasz is, a második erdélyi futópálya, ami természetesen kapcsolódik az elsőhöz, és ezzel mindenképpen gazdagabb lett a településünk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ezt a területet is ki fogjuk nőni, és majd gondolkozni kell egyéb más mozgási lehetőségekben. Lesz bőséggel, hiszen rövidesen fogjuk átadni a karcagi városi strandfürdőt, és más egyéb olyan dolgokat, ami a sportot, a mozgást segíti elő. Most azonban legyen erről szó, erről a futópályáról. Ahogy az előttem szólók elmondták, valóban nagyon sokan és sokat dolgoztak azon, hogy ez a terület olyan legyen, ami csalogatja az ide látogatókat. Köszönöm mindenkinek a munkáját, köszönöm vezérigazgatónak a koordinációs tevékenységét, minden munkatársának és minden karcagi munkavállalónak, szorgos kezűnek, aki ezt a pályát kialakította. Meggyőződésem, hogy mindenki örömére tették ezt. Kívánom, hogy nagyon sokan, sokat használják azt a futópálya területet is, sportolásra, kirándulásra, és ahogy elhangzott, valóban egy ismeretterjesztő szerepe is van ennek a területnek, tehát akár az oktatás területén is lehet ezt használni. Ünnepélyesen mindenkinek a rendelkezésére bocsájtom, tessenek használni az egészség megőrzése érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Déki Zoltán vezérigazgató NEFAG ZRT részéről beszélgetőtársunk, hiszen most volt egy nagyon szép ünnepség, meg is tekintették ezt a pályát, amelyet az önkormányzattal közösen alakítottak ki. Miért tartották fontosnak, hogy egy ilyen szép pályát alakítsanak és folytassák a korábban elkezdett futópálya bővítését? A társaságunknak kiemelt feladata a közjóléti tevékenység. Ez abból adódik, hogy a NEFAG ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe, valamint Pest megye déli részén elhelyezkedő, mintegy 33 ezer hektár erdőt kezelünk, és több olyan helyszín van, ami
parkerdő, rendeltetésű erdő, és ott mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy a körzet, illetve város, községnek biztosítani kell a sportolási, a természetneveléshez kapcsolódó minden egyéb olyan funkciót, amihez úgy gondoljuk, hogy a jövő érdekében nekünk be kell fektetni, hogy az utánunk következő generáció az kellő gondossággal vigye tovább ezeket az erdőket. Itt végig sétáltak a pályán, voltak, akik futottak, önök sétáltak, de azt hiszem, hogy nagyon szép környezetben van, és biztos, hogy hasznos lesz, hiszen táblák is vannak kitéve, tehát információt is szerezhetnek a végig sétálók a pályán. Igen, el kell mondani egy érdekességet, hogy 22 állami erdőgazdaság van az országban, akik kezelnek közel 1 millió hektár állami erdőt. Egy Szombathelyről érkező vezérigazgató kollégám tegnap délután érkezett direkt, aki minden nap fut otthon is, és mondtam, hogy próbálja már ki, körbefutotta, és úgy nyilatkozott, hogy egy nagyon szép, nagyon igényes pálya lett kialakítva egy olyan erdei környezetben, ahol rendkívül jó sportolni, futni. Én azt kívánom, hogy akkor még hasonló ilyen szép pályaavatásokon találkozunk önökkel. Köszönöm szépen. Én remélem, hogy itt a Karcagváros önkormányzata, valamint a NEFAG ZRT jó kapcsolatából adódóan biztos lesz folytatása még ennek. Poprádi Géza, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára is itt volt az avatáson. Meg is tekintett a pályát, hiszen végig sétálta a vendégekkel. Hogyan tetszett? Nagyon tetszett. Aki engem ismer, pontosan tudja, hogy nekem a sport nagyon fontos szerepet tölt be az életemben, és mindig örülök, hogyha valamilyen sporttal kapcsolatos létesítmény átadásáról van szó, meg annak is örülök, hogy gyerekeket látok körülötte. 4 gyermekes apaként én nagyon fontosnak tartottam az összes lányomnak elmondani, mert csak lányaim vannak, hogy a sport, ha nem gyerekkorban kezdjük, akkor nem fog beépülni, és nem lesz része az életünknek. Tehát nagyon jó volt látni tele gyerekekkel. És hát az Vidékfejlesztési Minisztérium dolgozóként azért aztán a természet közelsége hivatalban is, de hát ahogy elmondta, sportolóként is nagyon fontos önnek. Ez egy igazán ideális környezet. Igen, és úgy hallottam, hogy a térségben összesen 2%-os az erdősültség. Jó érzés volt árnyékban elmondani a megnyitó beszédet. Amikor a legutóbbi alkalommal jártam ezen a vidéken, akkor tűzönapon kellett ugyanezt tennem. Nagyon jó erdőt látni itt is. Akkor reméljük, hogy egyszer a lányaival is eljön ide, és megteszik ezt a pályát sétálva, vagy akkor sportemberként esetleg futva. Feltétlenül meg fogjuk tenni, igen, köszönöm szépen. Dobos László polgármester úr is megtette a pályán, most egyelőre még gyalogosan, de sportemberként bizonyára futva is meg fogja tenni ezt a távolságot. Természetesen, hát nagyon-nagyon örülök, hogy átadásra kerülhetett az új erdei futópálya. Nagyon nagy szükség volt már erre, nagyon várták a sportolni, futni vágyók, hiszen ahogy tapasztalhattuk, az előző pálya az már majdnem, hogy zsúfolásig megtelt egyes napszakokban. Ez persze egy pozitív dolog, én nagyon örülök testnevelőként ennek a dolognak, de hát bővíteni kellett. Most jött el az az áldott pillanat, amikor megtehettük ezt, és a NEFAG segítségével, szakemberének a segítségével ez meg is történt, és egy nagyon szép erdőrészletben sikerült kialakítani ezt az új futópályát. Természetesen kérdésre válaszolva én is ki szoktam próbálni, és ezt az új területet is be fogom futni jó néhányszor. Akkor azt kell, hogy tegyen sikeres köröket, viszont ott a megnyitójában említette, hogy lesz még egy újabb sportolási lehetőség, hiszen jövő héten átadásra kerül a strandfürdő is, tehát egy újabb dologgal gazdagodik a város. Hát az egy nagyon-nagyon kiemelt beruházás, és hát valóban az aztán egy olyan sport létesítmény, ami nagyságában nem is megközelíthető, legalábbis itt a karcagi viszonyok mellett, hiszen a legnagyobb sportközpont lesz az új fürdő területe, tanúszodával, úszodával, nagyon várjuk már annak az átadását is természetesen. Én azt kívánom, hogy sok ilyen hasonló jó hírről tudjunk beszámolni nézőinknek. Hát nekem is ez a kívánságom, még egyszer mondom, testnevelőként mindig az volt az alapvetésem, azon túl, hogy meg kell tanítani a
tanrendben előírtakat, hogy a gyerekeket rászoktassuk a sportolásra, legyenek nagyon jó fizikai állapotban, értsék, szeressék a különböző sportágakat, hogyha leülnek a tévé elé, vagy élőben látnak valamilyen sporteseményt, akkor értsék is, hogy miről szól az, és ami a lehető legfontosabb az, hogy a sportszeretet maradjon meg örök életükre, és tudják átadni a gyerekeiknek is a mozgás szeretetét, a sportolás vágyát. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Szepesi Tibor, a Déréné Kulturális Központ megbízott igazgatója, maga is sportember, és edzőként is nagyon sok sikeres tanítványa van. Nem tudom, hogy volt-e a lehetősége végig sétálni, de gondolom, ha van nem, akkor biztos, hogy meg fogja tenni futva is ezt a több száz métert. Örül ennek a lehetőségnek, hogy ezzel gazdagodott a város? Én azt gondolom, igen. Többször is bejártam már a területet, nem csak a mai napon, hanem nyilván az előző napokban, hetekben, hiszen folyamatosan figyelemmel kísértük a pályanyomvonalának kialakítását, kölcsönösen segítettük egymást a NEFAG szakembereivel. Én azt gondolom, hogy igen. Az előző tornapálya, tehát amit az előző szakaszban épült meg a NEFAG jóvoltából, én azt gondolom, hogy meghozta hozzá fűzött reményeket. Tehát valóban nagyon sokan használták sportolásra, rekreációs célra, vagy csak egy kicsit a szabadidő hasznos eltöltésére, sétálgatásra, és talán már zsúfoltnak is tűnt néha-néha. Nagyon sok sportversenyt rendeztünk rajta, amely azt gondolom, hogy megismertette a fiatalokkal, és illetve hát ezen keresztül ugye a szülőkkel, az idősebb korosztállyal is. Nagyon sokan jártak családostól, hétvégeken egy kicsit szétnézni, eltölteni az időt. Én azt gondolom, hogy szükséges volt, ahogy polgármester úr is fogalmazott, egy kicsit bővíteni ezt a lehetőséget. És ha már bővítésről volt szó, akkor azt gondolom, hogy jó ötletnek tűnt az, amit a NEFAG szakembereivel közösen próbáltunk kialakítani, hogy ne csak egy tornapálya, hanem egy tanösvény is, tehát az oktatási célokat is próbálja hasznosítani, hiszen egy olyan erdőszakaszról van szó, amely idősebb, mint az előző tornapálya. Gyakorlatilag az alföld, illetve az erdők állat és növényvilágát teljes egészében be tudja mutatni, és természetesen maga a pálya nyomvonala is úgy került kialakításra, hogy ne csak futható, hanem valóban egy-egy osztályközösség számára is nagy élményt nyújtson. Akkor azt kívánom, hogy ön is a családjával, a gyerekeivel esetleg fusson itt, és sok szép élménnyel gazdagodjon még a következőben. Köszönöm szépen. Amint a megnyitóban is elhangzott, a kivitelezésben a városgondosság szakemberei is részt vettek. Molnár Párral beszélgetünk. Úgy tudom, hogy utána a kezelésében is önök is kaptak feladatot, hiszen a régi pályát eddig is kezelték. Milyen kivitelezésben tudtak önök segíteni? Évek óta a városgondosság fenntartásában és kezelésében működik az erdei tornapálya. Itt természetesen a régi pályára gondolok. Az elmúlt évben is pici beruházásokat végrehajtottunk, filagóriákat építettünk, amely az itt sportolni vágyókat és sétálni vágyókat segíti abban, hogy pihenni tudjanak, valamint hogyha iskolák ide látogatnak, akkor az iskolás gyerekeket le tudják ültetni, valamint utcai szemeteseket, fából készített utcai szemeteseket helyeztünk ki az erdei tornapályára, amely nagyon jótékony hatású, tehát azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon kevés szemét van eldobálva. Természetesen az a kevés szemét, amely el van domálva, napi rendszerességgel összeszedésre kerül, valamint a szemetesek is kürítésre kerülnek. Ebben az évben az a feladatunk volt, hogy a nagy mennyiségű lehullott csapadékkal valamit kezdjünk az erdei tornapályán. A régi pályáról beszélek még most is. Itt sikerült föltölteni nagyon-nagyon sok földet, tehát több száz köbméter földet hordtunk be azokra a lapos részekre, ahol a víz megállt, és most már nedvesebb, csapadékosabb időjárási körülmények között is lehet használni. Ezt segítette még, hogy a társintézménye, a Faipari Részvénytársaság segített abban, hogy fával, faháncsal megszórta a pályarészt, így valóban esős időben is használható, vagy eső utáni időszakban is, mert nyilván esőben, amikor esik az eső, nem használják, de eső utáni időszakban is használható a pálya. Ez mintegy 950 méter hosszú. Évek óta nagyon sokan járnak már ki, bízom benne, hogy ez a létszám meg fog maradni, sőt növekedni fog. Látni kell az, hogy Karcagon nagyon kevés az ilyen erdei pálya, ahol nyugodt körülmények között és kulturált körülmények, mondhatom ezt, hogy kulturált körülmények között el tudják tölteni a szabadidejüket a sportolni vágyók, vagy a természetbe vágyók. Gondolom, hogy a most átadott új pályát is ugyanúgy karban fogják tartani, tehát alkalmasint megnézik a szemeteseket, tehát erre is oda fognak azért figyelni.
Természetesen ez majd egy későbbi megállapodásnak lesz, amely a jövő héten, vagy azután való héten kerül aláírásra. Ezt a részt is, ezt a pályarészt is rendben fogjuk tartani. Van egy kollégánk, aki itt ezen az erdőrészen lakik, ő is rendszeresen ránéz, hogy rendbontás és probléma ne legyen, valamint próbálunk majd egy hasonlóan a régi pályához egy házi rendet kidolgozni, amelyben a pálya használhatóságának az ideje lesz meghatározva, külön nyár és külön téli időszakban, mettől meddig tartózkodhatnak a pályán és milyen körülmények között vehetik igénybe. Továbbra sem szeretnénk a kerékpárosokat és a kutyasétáltatókat beengedni erre a részre. Épp erre akartam rákérdezni, hiszen közösségi oldalakon lehetett erről olvasni, hogy most mi lesz, és akkor ez pont elmondta nekünk, hogy továbbra sem jöhetnek be, tehát ők nekik más lehetőséget kell keresniük, és így lehet végül is biztosítani azt is, hogy sokáig megmaradjon a pálya, meg az ott futók biztonságát is. Így van, és mint mondtam, nem csak sportolni vágyók, hanem pihenni vágyók is igénybe veszik. Főleg a tavaszi, a télvégi, koratavasz időszakban nagyon sok esetben tapasztaltam, én ugye is rendszeres látogatója vagyok a pályáknak, hogy kisgyerekes családok sokszor babakocsival kijönnek, tolják a babakocsis csecsemőket, akiknek szintén szükség van a friss levegőre, és én úgy érzem, hogy ahol csecsemő van, és sportolni vágyó, vagy pihenni vágyó ember, ott nincs keresnivalója sem a kerékpárosoknak, sem a motorosoknak, illetve a kutyát sétáltatóknak sem. Tehát én azt kívánom, hogy családjával ön is töltsön itt el sok szép hasznos órát, hiszen itt a gyerekeknek ez egy ideális környezet, ön is ezt mondta. Köszönöm szépen, és bízom benne, hogy nagyon sok arcagénybe fogja venni ezt a tornapályát.